Ebben a nyíregyházi hipermarketben évek óta üzemel üvegvisszaváltó, ráadásul egyre modernebb gépek állnak a vásárlók rendelkezésére. Előszeretettel használják is, itt egy üveg most 25 forintot ér. Az üvegvisszaváltás hosszú évtizedek alatt terjedt el a köztudatban, ma már a környezetvédelem egyik legalapvetőbb lépése. A bevásárlóközpontokban azonban még mindig csak nejlonzacskóba lehet belerakni a megvenni kívánt zöldséget és gyümölcsöt, csak azzal lehet lemérni a termékeket. A banánnal még nincs is gond, megoldható másképp, de a lédús ételeket szinte muszáj valamiben tárolni. Ma már számos alternatív megoldás van erre igazából. Az egyik az a fonott vesszőkosár, ami nagyon kényelmes egy nagy bevásárlás alkalmával, de számos vászontáska is létezik már, amiben egyébként zöldséget, gyümölcsöt is lehet pakolni, mert ilyen praktikus összehúzhatók, ebbe egyébként meg is lehet mosni, be lehet tenni utána a hűtőbe, de a nagyobb változatokba ugyanúgy be lehet pakolni, mint egy szatyorba, utána ki lehet mosni, és ugyanúgy használható tovább. Ma már az ásványvizet is sok gyártó igyekszik újra hasznosított palackban árulni. A kasszánál is érdemes odafigyelni arra, hogy ha nincs nálunk bevásárlótáska, akkor ne nejlon szatyrot válasszunk a pult alól, hanem vászon vagy újra hasznosított táskát. A műanyagmentes júliusról részletesebben és még több gyakorlati jó tanácsot a Weekend című műsorunkban hallhatnak.